Sziasztok, Árán vagyok. A Teketőt nézitek, a képen pedig az új Biostar iDeck Team 1-es mini PC-t láthatjátok, ami az új Baytrail D platformra épül. Itt látható a specifikáció, Intel Celeron 2 1800-as processzor van benne. Magunknak dönthetjük el, hogy mennyi RAM-ot teszünk bele, 2 DDR3 elszlott van benne, kapunk mini PCI Express-t, van HDMI VGA, 2 SATA, 3 darab USB 2.0, 1 USB 3, gigabit LAN, illetve számos más extra. Maga a készülék egészen vékony, mint látható, illetve kicsit magas, de nem mini PC-knél belefér. Előlapon van egy bekapcsoló gombunk, illetve amit már említettem, 2 darab USB 2.0, felül van egy kivezetésünk a hűnek, bár igazából passzív hűtéses, így ezáltal nincs ventilátorzaj. Oldalról, amint látható, fényes műanyag fekete felülete van, alap esetben gyűjti az új lenyomatot, bár nyilván nem nagyon fogdossuk ezt az asztali gépet. Hátulról, hogyha megnézzük, van egy antennánk a Wi-Fi-hez, hiszen ez beépítve megtalálható rajta. Kapunk 2 darab audio csatlakozót, van VGA-nk, HDMI-nk, RJ45-ünk, USB 3.0-ból, egy alatta egy 2.0, illetve egy DC-tár csatlakozó. Tulajdonképpen egy teljes értékű PC-ként használható a készülék, illetve itt az asztali tartóból, hogyha kiemeljük, akár fektetve is elhelyezhető, így bizonyos helyeken akár kevesebb helyet fog foglalni, illetve jobban elhelyezhető. Ez volt tehát a Biostar iDeck T1-es mini PC-je. Kövessetek minket továbbra is a Tech2-n. Sziasztok!